Az iskolák programkeretében másodszor tartottak évi konferenciát az általános iskolák képviselőinek. A cél az, hogy azok a gyermekek is mozogjanak, akik nem foglalkoznak versenysporttal. Stratégiai szempontból a testnevelési órákat és a tanórákon kívüli sporttevékenységeket céloztuk meg. Ezt az egész intézményes rendszert közegészségügyi szempontból közelítjük meg, és nem a versenysportolók nevelése a célunk. Minden általános iskolában egyenlő feltételeket szeretnénk teremteni a sportolásra, hogy egészséges és munkaképes felnőttek váljanak a gyermekekből. A program eddigi két éve során felmérték az iskolák felszereltségi szintjét. Ennek alapján az év végéig összesen 103 iskolában támogatja a titkárság a sporteszközök vásárlását és a tornatermek, illetve sportpályák felújítását. Eddig 8 általános iskolát akkreditáltak az aktív iskola program keretében, ami azt jelenti, hogy ezek az intézmények rendelkeznek a színvonalas sportfoglalkozásokhoz szükséges feltételekkel. Az akkreditáció viszont nem zárult le, december végéig várják az általános iskolák jelentkezését.